Egész Európából bírálatok özöne zúdul Német Németországra, Miért nem küldtek még az általuk gyártott és az egyik legjobbnak tartott tankból Ukrajnának. Az orosz vezetés arra figyelmeztet, hogy a nyugati fegyverszállítmányok végül az ukrán nép szenvedését fogják fokozni. A magyar külügyminiszter szerint a fegyverszállítás ellentétes a mielőbbi békével és így a magyar érdekekkel. Ez a tank okoz fejfájást már hetek óta a NATO szövetségeseinek. A német gyártmányú Leopard 2 harckocsit ugyanis kifejezetten az orosz T-90 tank versenytársának tervezték. Az orosz hadsereg jelenleg is az utóbbit használja az Ukrajna elleni háborúban. A német harckocsi attól különleges, hogy rendkívül precíz és biztonságos, masszív, és akár 4 méter mély vízen is át tud haladni, és könnyen szerelhető. Míg elődjénél egy motorcsere például órákat vett igénybe, a Leopardnál ez 20 perc. Ami meghibásodás esetén a fronton nagy segítséget jelent. Nem véletlen, hogy több európai ország is ilyen tankot szerzett saját hadseregének. Ki többet, ki kevesebbet vásárolt belőle. Lengyelország 14-et, míg Svédország 208-at. Pénteken a németországi Rammsteinban, az amerikai légibázison megtartott találkozón a nyugati államok jelentős fegyvermennyiséget ajánlottak fel Ukrajnának. A legfontosabb kérdésben azonban mégsem született megállapodás, vagyis hogy Berlin engedélyezie azoknak a tankoknak a továbbítását Ukrajnának, amelyeket tőlük vásároltak az európai országok. A világ legkorszerűbb és legerősebb tankjára hatalmas szükség lenne Kievnek. Sokan ettől várnak döntő fordulatot a harcokban. Ukrajna szerint a győzelmükhöz ilyen 300 tankra lenne szükségük. Ezekből ugyanis van bőven Európában, nem kellene sokat várni ahhoz, hogy eljussanak hozzájuk. Az első között Lengyelország adná oda a harckocsikat, és ezt már már többször hangoztatta. Berlin egyelőre vonakodik zöld utat adni a kérésnek, bár a külügyminiszterük vasárnap egy tévéműsorban azt mondta, ha a lengyel kormány engedélyt kérne Berlintől, a német vezetés ezt nem gátolná meg. Hozzátette azt is, hogy ilyen hivatalos kérés egyelőre nem érkezett. Kérünk majd egy ilyen hozzájárulást, de ez most másodlagos dolog. Még akkor is, ha végül nem kapjuk meg ezt az engedélyt, egy kis koalíció részeként átadjuk a tankjainkat másokkal együtt Ukrajnának, fogadkozott a lengyel kormányfő. Magyarország viszont óvatos ebben a kérdésben. A mi álláspontunk egyértelmű. Béke kell, béke kell minél előbb. A külgazdaság és külügyminiszter a brüsszeli külügyminiszteri találkozón azt mondta, mi magyarok, Ukrajna közvetlen szomszédjaiként a saját bőrünkön tapasztaljuk a háború azonnali és súlyos hatásait. Ezért is alapvetően a béketeremtésre koncentrálunk. Ellentétes az érdekeinkkel minden olyan döntés, amely a háború meghosszabbításához, vagy potenciális eszkalációjához, továbbterjedéséhez vezethet ezért nem tartjuk helyesnek, nem tartjuk jó ötletnek a fegyverszállítások fokozását. Ugyanakkor nem akadályozzuk az Európai Unió erre vonatkozó döntésének végrehajtását. A Kreml sem hagyta szó nélkül az esetet. Dmitri Peszkov szóvévő szerint az ukrán nép megsínyli majd a legújabb nyugati akciót a harckocsikkal. Minden ország, amely közvetve vagy közvetlenül érintett a fegyverek Ukrajnába szállításában és technológiai képességeinek növelésében, felelős lesz, de az ukrán emberek lesznek azok, akik megfizetik majd ennek az álltámogatásnak az árát, mondta Dmitri Peskov. Németországot egész Európából érik bírálatok, amiért nem döntött még a tankok küldéséről.